március 15-e, online köszöntő, a miniszterelnök ünnepi gondolatai, Györfi napok után. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. március 15-én 18 óra 5 perckor. A Karcagvárosi Önkormányzat nevében Szepesi Tibor polgármester és az önkormányzati képviselők helyezték el a megemlékezés virágait. A hagyományos, hivatalos március 15-i városi ünnepséget idén nem tarthattuk meg. A járványügyi szabályok betartása mellett reggel az országzászló felvonásánál tisztelgett dr. Fazekas Sándor kormánybiztos, F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, Hubai Imre a megyei közgyűlés elnöke és Szepesi Tibor polgármester. Majd a Petőfi Sándor és a Kossuth Lajos szobornál elhelyezték az emlékezés koszorúit, valamint ugyanitt egy-egy szál virággal emlékeztek a márciusi ifjakra Gyurcsek János és Sári Kovács Szilvia alpolgármesterek, Rózsa Sándor jegyző, valamint Karcagi Nagy Zoltán, Nagyné László Erzsébet, Molnár Pál, dr. Pintér Zoltán Árpád és Pánti Ildikó Fidesz, KDNP-s önkormányzati képviselők, valamint Domján Sándor főmérnök. Pénteken az ügyeletben lévő óvodások zászlókkal, rajzaikkal, kokárdákkal emlékeztek a 48-as hősökre a Petőfi szobornál. Mivel szervezett ünnepség nem volt, saját közösségének, intézményének nevében a nap során a Petőfi szobornál az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra emlékezve elhelyezték virágaikat, koszorúikat a város intézményének vezetői is. Hubai Imre, a Jász-Nagykun Szolnok megyei közgyűlés elnöke Karcagon is tiszteletét tette, de online módon is köszöntötte a megemlékezőket. Tisztelt ünneplők! Tisztelt Jász-Nagykun Szolnok megyeiek! A szabad magyar sajtó munkatársai. Megtiszteltetés számomra, hogy nemzeti ünnepünk és a szabad magyar sajtó ünnepe alkalmából köszönthetem Önöket a Jász-Nagykun Szolnok megyei önkormányzat nevében. Március nem csak a tavasz, hanem a szabadság hónapja is. 173 évvel ezelőtt, 1848. március 15-én a magyar nép felkelt szabadságáért. Megmozdult az ország, és a magyar nép erősen hitt benne, hogy kezébe veheti saját sorsát, és elkezdheti az ország építését. Őszintén bízom abban, hogy március 15-én egyikünk sem gondol halott hősökre, és elavult üzenetekre, hiszen ennek a napnak a hősei örökké élnek. Azt szokták mondani, hogy aki fiatalon hal meg, örökké fiatal is marad. A márciusi ifjak, Petőfi, Vasvári és a többiek, a halott honvédek ezrei örökké fiatalok maradnak számunkra. Ahogyan a március elhozza a tavaszt és a természet új életre kél, úgy támad fel annak idején magyarság. A holtnak hitt, legyőzött és reményét vesztett nép egy szempillantás alatt öntudatos nemzetté szerveződött, és megmutatta a világnak, hogy a kisebb lélekszám, a hátrányos helyzet mit sem számít, ha a függetlenség a tét. A magyarok szabadsága 48-ban, 56-ban és 89-ben gyökerezik. Ezt a szabadságot mindig nehéz volt kivívni, és még nehezebb volt megvédeni. A szabadságunk túl drága nekünk ahhoz, és túl sok vérbe, túl sok kettétört életbe került, hogy bárki elvehesse, vagy megkurtíthassa. Ezen a napon a szívünk fölé tűzött kokárdában ünnepeljük, szerte a Kárpát-medencében és a világon, mindazt a hitet, elszántságot, bátorságot, amivel a márciusi ifjak harcoltak a magyarok szabadságáért. És van még egy nagyon fontos, mélyreható üzenete a 173 évvel ezelőtti eseményeknek, amelyet tulajdonképpen
most értünk meg igazán. Az elmúlt egy év történései, a világjárvány rákényszerített bennünket arra, hogy a szabadság fogalmát átértékeljük, és a szó valóságtartalmát mindennél jobban megbecsüljük. A koronavírus járvány feje tetejére állította a világot. Bezárt és lezárt bennünket. Kimondhatjuk, harcot indítottunk a szabadságunkért. A társas kapcsolataink teljesen átalakultak, az érintések szinte eltűntek az életünkből. Sokan küzdenek ma egzisztenciális problémákkal, sok tízezren pedig egészségügyekkel is. De ami a legtragikusabb, tízezrek veszítettek el életüket. Szeretteiket, barátaikat, ismerőseiket, kollégáikat hazánkban. Olyan embereket, akik élhettek volna még. Talán soha nem lesz már olyan az élet, mint 2020 március előtt volt. De ahhoz, hogy újra visszatérhessünk a szabad, korlátozásoktól mentes életünkbe, most újra össze kell fognunk. Be kell tartanunk a jelenleg érvényben lévő szabályzásokat, és kérnünk kell a védőoltást. Kérem önöket, hogy még egy kicsit tartsunk ki. Végezetül engedjék meg, hogy a szabad magyar sajtó napja alkalmából tisztelettel köszöntsem a Jász-Nagykun Szolnok megye sajtószervezeteinél dolgozó szakembereket. Köszönöm, hogy az év 365 napján végzik munkájukat a média komoly, kihívásokkal teli világában. Büszke vagyok az itt dolgozó újságírókra, televíziós és rádiós műsorvezetőkre, hirdetésszervezőkre, műsorvezetőkre, operatőrökre, tördelőkre, grafikusokra, hirdetésszervezőkre, online szerkesztőkre és mindenkire, aki hozzátesz ahhoz, hogy ebben a megyében a hiteles és korrekt tájékoztatás hivatás legyen, és a mai napig mértékadó feladatot jelentsen. Tisztelt ünneplők! Kívánom, hogy a magyar nép emberi és szellemi örökségében mindig találja meg a békés, biztonságos jövő építéséhez szükséges utat, és azt tudatosan egymást erősítő apró kockákból építse fel. Olyanokból, amelyek nem szétválasztanak, hanem szorosan összekötnek, összetartanak bennünket. Köszönöm, hogy meghallgattak. Isten áldja Magyarországot, Isten áldja Jász-Nagykun Szolnok megyét. Március 15. Az egyik nemzedék helytállása és hősiessége adja az erőt a következő nemzedéknek, mondta Facebook oldalán Orbán Viktor miniszterelnök. Március 15-e, éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Ez nem csak az emlékezés, de a hála napja is. Hiszen nem csak 1848-49-ben álltak helyt az akkori magyarok, hanem az ő helytállásukból meríthettünk erőt 1956-ban, aztán később 1989-90-ben. Így épül a nemzet. Egyik nemzedék sikeres helytállása és hősiessége adja az erőt a következő nemzedékek számára. Ma is ez a helyzet. Nem csak életeket kell mentenünk és visszaszorítani a járványt, de egy sikeres járványkezeléssel, egy bátor helytállással példát kell adnunk a majd utánunk következő gyermekeinknek és unokáinknak, hogyha ők kerülnek bajba, legyen mire visszaemlékezni. Hogyan volt az 2021-ben, amikor a mi nagyszüleink és szüleink álltak helyt egy nehéz helyzetben. Nagyon remélem, hogy lesz mit örökül hagyni a gyermekeinknek. Hírstúdiónk vendége Kovács Miklósné, a Györfi István Katolikus Iskola igazgatónője. Mai vendégünk Kovács Miklósné, a Györfi István Katolikus Általános Iskola igazgatója. Üdvözlöm és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm szépen, és én is üdvözlöm Önt.
Nemrégiben került rendhagyó módon megtartásra a Györfi Napok rendezvény sorozata. Hogyan zajlott, mennyivel több előkészületet vagy plusz feladatokat igényel egy ilyen online formában megtartott emlékhét? Hál' Istennek mi ezt még az iskolán belül, de jelenléti formában meg tudtuk tartani. Bár nagyon át kellett gondolni, két programot ki is kellett, hogy hagyjunk, ez a néptáncgála és a alapítványi bál, ez majd egy későbbi időpontban kerül megrendezésre, hogyha a járványügyi helyzet úgy alakul, hát ennek az időpontját megmondani ma még nem lehet. A többi programunkat azonban sikeresen megszerveztük, bár csak a saját tanulóink körében. Egy programunk volt, amelyet városi szinten hirdettünk meg, ez a helytörténeti és néprajzi pályázat, és hál' Istennek érkezett a városból is pályázat. A Györfi Napok február 11-én Györfi István születésének 137. évfordulóján kezdődtek. A reggeli órákban a városvezetéssel, a múzeum dolgozóival koszorút helyeztünk el a múzeumparkban lévő Györfi István ülőszobornál, majd az iskolánkban folytatódott a megemlékezés iskolai keretek között. Iskola rádión keresztül két kolléganő méltatta az alsó tagozaton is és a felső tagozaton is a Györfi István életét és munkásságát. Majd koszorúzásra került sor az iskolának az aulájában, ahol már a diák önkormányzat és az iskola vezetése a lelki vezetőnkkel, Gulyás Zsolt plébánossal és iskolán fogalmazott igazgatójával, Pánti Ildikóval került sor. Ugyancsak ezen a napon került értékelésre a Györfi plakát verseny. Ez egy osztályok között meghirdetésre került verseny volt. Plakátot kellett a gyerekeknek készíteni, amelyet a diák önkormányzat értékelt, és ezen a napon került értékelésre. Nagyon szép plakátok készültek. A plakátoknak a témája Györfi István élete és munkássága, és ezek most is ott ékesítik az osztálytermeknek a fali újságját. A délutáni napon került sor a Györfi Galéria eredményhirdetésére és a galéria megnyitására. Sajnos ezt is csak házi keretek között és nagyon lerövidítve, és csak azokat a gyermekeket hívhattuk meg az eredményhirdetésre, akik díjazottak lettek. Szép számmal érkeztek a Györfi Galériába alkotások. A rajzok, több mint 70 rajz érkezett, ezek nagyon-nagyon sokféle technikával készültek, a kávéfestéstől kezdve a grafikáig, szebbnél szebbek. Két témában érkeztek a rajzok, a kunkapuk, karcagi kunkapuk, illetve a karcagi katolikus emlékek. Nagyon sok szép rajz készült a katolikus templomról, aztán a Kálvária dombról, és sok-sok kunkaput örökítettek meg a gyerekek ezeken a rajzokon. A galériának a másik része a makett. Ebben az évben külön értékeltük, hiszen 15 makett érkezett, különböző technikával készültek ezek is, ugyancsak a kunkapukról, illetve a karcagi katolikus emlékekről. A kunkapuk gyurmától kezdve sógyurma, fából, mézes kalácsból készültek szebbnél szebb alkotások. Elkészült a Kálvária dombnak a makettje is, amely nagyon szép lett, illetve több gyermekünk készített a karcagi katolikus templomról is makettet. Ezek készültek papírból, illetve újrahasznosított anyagokból. Ezeket is értékeltük. Külön díjakat osztottunk, aranyminősítéseket, ezüst, bronz minősítéseket, illetve emléklapot kapott minden tanuló, aki nem került díjazásra. Itt szeretném megköszönni Andrássy Mihálynak, aki mézes kalácssal járult hozzá a tanulóknak a díjazásához, illetve Gál Andrásné Ilike, aki a Nagykunsági Népművészeti Egyesületnek a titkára, ő pedig a maketteknek a bírálásában volt a segítségünkre. Természetesen köszönöm a szülőknek és a pedagógusoknak a segítségét, hiszen ők is nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy ilyen szép számmal kerültek alkotások a Györfi Galériába. A következő nap a gyerekek által már nagyon-nagyon várt Mozdulj Györfi sportnap volt. A Mozdulj Györfit egy kicsit átgondoltuk, hiszen eddig nagyon sok gyermek versenyzett
egyszerre a sportcsarnokban. Erre most nem volt lehetőség, ezért korcsoportonként egyszerre 4 csapat versenyzett, 10 fős csoportokat vagy csapatokat alkottak az osztályok, és ők különböző feladatokat oldottak meg sorverseny formájában, és így került eredményhirdetés a 7., 8., 5., 6., illetve a 3., 4. évfolyamosok között. Természetesen az egész osztály részt vett ebben a versenyben, hiszen akik nem voltak a csapatban, azok pedig szurkoltak a csarnoknak egy-egy sarkában elhelyezve különböző plakátokkal. Óriási volt a hangzavar a csarnokban, hiszen minden osztály azt szerette volna, hogy az ő csapata nyerjen. Itt is első, második, harmadik helyezést osztottunk ki, illetve aztán az egészséges életmódnak megfelelően gyümölcsöt, illetve üdítőt kaptak a gyerekek a versenynek a végén. Itt köszönöm a két testnevelő kollégámnak a munkáját, akik kreatívan újra gondolták a Mozdulj Györfit, és nagy sikert aratott a gyerekek körében. Ezt kifejezésre juttatták később is, amikor a véleményeket kértük, úgyhogy továbbra is szeretnének ilyen sorversenyeket, és természetesen várjuk a lehetőségét annak, hogy ez majd bekövetkezzen. A hétfői napon került sor az immár 26. alkalommal megrendezésre kerülő helytörténeti és néprajzi pályázatoknak az eredményhirdetésére. A téma hasonló volt a Györfi Galériához, a karcagi katolikusok, illetve a karcagi kunkapuk. 25 pályázat érkezett, 14 pályázat érkezett a kunkapukból, 11 pályázat pedig a karcagi katolikusokból. Két bíráló volt, két szakértő bíráló, a kunkapukat dr. Eskovács Ilona néprajzkutatóasszony, a Nagykunsági Népművészeti Egyesületnek az elnöke végezte, a karcagi katolikusokat pedig dr. Kasuba Jánosné, nyugdíjas könyvtáros tanárunk, a Városi Könyvtáros Munkaközösségnek a vezetője, aki hitét gyakorló katolikus. Ugye most nem terjedhetett ki a Györfi Napok rendezvénysorozat a városra a pandémia miatt. A gyerekek, a szülők, a pedagógusok bensőségesebben élték ezt meg egymás között, ezt a rendezvénysorozatot, vagy úgy, mintha tényleg bárki jelentkezhetett volna, vagy bemehetett volna az iskolába. Mi volt ennek a ilyen jellegű pozitívuma? Az volt a pozitívuma, hogy sokkal több saját gyermekünket tudtunk bevonni, akár a versenyekbe. Itt gondolok például a Györfi TK-ra, amely a kedden került megrendezésre, hiszen a városból most nem hívhattunk gyerekeket, ezért minden osztályból több jelentkező lehetett a versenyen, 30 tanuló versenyzett, másodiktól 7. évfolyamig. Természetesen ezt is át kellett alakítani, hiszen a hangos olvasásra nem került sor, csak az értő olvasásra, illetve az ahhoz kapcsolódó feladatnak a megoldására. Több gyermekünk szerepelhetett, és ennek nagyon örültek, hiszen tudjuk azt, hogy egy osztályban nagyon sok tehetséges gyermek van, de akkor, amikor ki kell választani, és szigorúan meg van kötve, hogy egy vagy két tanuló vehet részt egy iskolából, akkor a pedagóguson a felelősség, és én tudom, hogy ezt a kollégáim mindig nagyon nehezen élik meg, hogy most ki az, aki a leginkább megfelel a verseny kiírásainak, illetve a legjobb teljesítmény fogja hozni, és most ez egy kicsit lazábban lehetett venni, hiszen mindig úgy szokott lenni a versenyek előtt, hogy több tanuló készül, és akkor van egy házi válogató a versenyekre, hogy azért mindenki érezze a verseny, mert a gyerekek szeretnek versenyezni, és a verseny lázát egy kicsit, hogy mindenki megérezze. Most erre volt lehetőség. Ugyanilyen volt az angol verseny is. Máskor is 81 nehány versenyzőnk szokott lenni, de akkor jönnek a környező településeknek az iskoláiból is, illetve a város iskoláiból, most csak a mi gyerekeink. De volt a gyerekeink között is 83 olyan jelentkező, aki szívesen megmérettette magát, bár itt is át kellett gondolnunk a versenynek a tematikáját, itt sem került sor a szóbeli megmérettetésre, csak a szövegértésre, illetve a nyelvtani feladatlapnak a kitöltésére. Megköszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a Nagykunsági Híradót látták.
Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!